Két robbanás történt az afgán főváros Kabul repülőterénél csütörtökön, jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. A BBC legfrissebb hírei már 165 sérültről és 103 halálos áldozatról szólnak. Tálib őrök mellett nők, gyerekek és amerikai katonák is vannak az áldozatok között. A robbantásokat az Iszlám Állam öngyilkos merénylői követték el. Joe Biden amerikai elnök nem sokkal az akció után bejelentette, hogy az Egyesült Államok a merénylet ellenére határidőig kivonja csapatait Afganisztánból. Ugye azt nem tudom, hogy mire adásba kerülünk, hány robbantásról kell sajnálatosan beszámolnunk, de ugye már azóta, tehát a bejátszás megszületése óta már 7 robbantás történt, és nyilván sajnos nő majd az áldozatok száma, és közben, miközben ugye látjuk azt, hogy az egész béketeremtés, 2 évtized, 1000 milliárd dolláros befektetés gyakorlatilag, mintha meg se történt volna. Napról napra kb. 100 éveket ugrunk vissza az időben, olyan híreket kapunk most ugye. Zene. Pont ezt akartam zene. Mondani, nekem hogy betiltják a zenét. És a tálibok szóvivője úgy fogalmazott, hogy reméljük meg tudjuk győzni az embereket, hogy ne hallgassanak ilyesmit, ahelyett, hogy nyomást kéne gyakorolni rájuk. És minden nap jön egy-egy ilyen hír arról, hogy ott mi zajlik, és az egész világ gyakorlatilag dermedten figyel. A legdurvább, ami mondjuk a zenén kívül még, amit olvastam, hogy a talibán azt javasolja a nőknek, hogy ne menjenek utcára, mert a katonákat nem úgy képezték ki, hogy tiszteljék a nőket. Tehát, hogy amikor ugye eredetileg még arról szólt a fáma, hogy egyetemen tanulhatnak a nők, most már az utcára nem mehetnek ki. És 2 hét telt el nagyjából. Igen, igen. Nem ennék amerikai döntéshozó jelen pillanatban, azt hiszem, mert ugye nagyon régóta eltervezett döntés volt, ez ugye Trump adminisztrációt hozták meg ezt a döntést. Teszem hozzá, hogy a Biden ezt tovább tolta, tehát mert elvileg márciusban ki kellett volna menni az összes katonának. Voltak olyan szenáriók, ahogy én olvastam a híradásokban, miszerint összeomolhat néhány nap alatt is adott esetben, de senki sem számított erre, ez a rendszer. És hogy így az a rendszer, amit az amerikaiak felépítettek és próbáltak valamiféle ilyen, hát legalábbis működő országot hátrahagyni, de hogy hát ugye ebbe, nagyjából az a meglehetősen szomorú tanulság, hogy valójában ezt így nem lehet csinálni, senki sem sikerült. Ugye előtte az oroszok meg a szovjetek próbálkoztak vele egy 10 évig, ugye az se sikerült, aztán egy kis szünet után az amerikaiak próbálkoztak ezzel egy 10 évig, és jelen pillanatban senki sem tudott olyan állapotokat kreálni, aminek legalább így, hogy így az alapja az államiságnak megteremtődjön, és a működőképesség és a funkcionális államiságnak megteremtődjön. És persze most egy új probléma góc lesz ott, miközben egyébként nagyon sokan mondták, hogy Amerikának egyébként ki kéne menni. Tehát ugye korábban Amerika azért kapta kritikákat, hogy miért van ennyi ideig, miért kényszeríti rá az ilyen olyan dolgokat az ott élők, mikor azt nem is akarják. Nem tudom kizárni, az amerikai döntéshozók ezt is egy kicsikét túlzásnak mondták, és jó, hát akkor elmegyünk, és akkor majd oldjátok meg ti, mutassátok meg azt, hogy el lehet megcsinálni. Most ugye a történet valószínűleg ugye ott fog maradni, és hát ugye ez Kínának meg Oroszországnak is lesz valószínűleg a problémája, hiszen az ő hátországa is, mind a kettő. Az oroszok annak idején nem véletlenül, még Szovjetunióként nem véletlenül foglalták el. Igen. Hát persze, igen, igen. Tehát soha nem a nemzetgazdaságra volt szükség, hanem magára a lókuszra. Tehát ugye a nemzetgazdaság kérdés az azért érdekes, mert Afganisztánban egyébként rettentő sok ilyen nyersanyag van a földben. Tehát például Kína után a második legtöbb ritka földfény van Afganisztánban, csak hát ahhoz kell egy minimális méretű államiság, meg minimálisan funkcionál államiság, illetve minimális infrastruktúra, hogy azt ki lehessen onnét bányászni, és nyilván konceszciókat adni, stb. Ugye ezt a Kína, ezt a csúcsajáratta, tehát Afrikában, ugye Kína, nem tudom, államokat vett meg Afrikában, és megépítette hozzá az utat, megépítette a bányát, cserébe, hogy ott kitermelhesse a javakat. Ugye ott nem itt a főfémeket általában, hanem más. Érinte ez minket azon kívül, hogy most valószínűleg mindenki megdöbbenve nézi ezeket a videókat, meg képeket? Hát annyiban mindenképp érint, hogy összement a világ az internet óta, és hogy itt ez a pokol, senkinek ne legyen egy percig semmilyen kétség afelől, hogy pokol van. Tehát, hogy amikor kilépsz a lakásod ajtaján, Kabulban, vagy nagyjából bárhol, akkor nem tudhatod, hogy élve haza fogsz-e menni. Akik ennyire radikális, fundamentalistáktól várnak valamiféle államiságot, azok nincsenek tisztában, se
az iszlámnak ezzel az ágával, se azokkal, akikkel szemben állnak. Hát itt olyan törzsek vannak, akik egymással nem beszélnek, milyen államról, vagy milyen kormányról, vagy milyen tárgyalópartnerről beszélünk. Tényleg nagyon nehéz elképzelni így a Közel-Keletet. Ott kell élni, és találkozni kell ezekkel az emberekkel ahhoz, hogy valami kicsi elképzelésünk legyen. Én azt gondolom egyébként, hogy az amerikaiak nagyon benézték ezt, tehát hogy biztos volt egy-két ember, aki azt mondta, hogy ez megtörténhet, és valószínűleg ezért tolták, de hát meg kell ezt lépni, de ilyen gyors összeomlásra szerintem senki nem számított. És mondom, ahhoz közel van, hogy mi egy bizonyos értékrendszerben éljük az életünket, és emellett állunk ki, és emellett emeljük fel a hangunkat. Hagy legyen itt egy zárójeles, nagyon fájdalmas észrevételem, tehát hogy amikor valaki ezeket az embereket, akik ezt csinálják, az 56-os magyar hősökhöz hasonlítja, az szerintem tényleg a szívenszúrása a nemzetnek, és mindegy, itt bezárom ezt a zárójelet, akkor ez a fájdalom is közel van. Tehát amikor látjuk, és mi azt mondjuk, hogy ami ott történik, az pokol, és mi nem csinálunk semmit, csak kimentjük, akit kimenthetünk, akkor ez egyfajta ilyen sebhintőport, de nem igazi gyógyír, és hát nagyon örülök, hogyha... De mit kellene tenni? Nagyon örülök, hogy nem vagyok döntéshozó helyzetben, de az biztos, hogy mondjuk nem ütlegeltem volna az amerikai kormányzatot, és szittem volna őket akkor, amikor ott vannak, hanem mondjuk próbáltam volna valami támogatást biztosítani afelől, hogy a Közel-Keleten megoldást találjunk. Ezt, ha valaki, akkor én pontosan tudom, hogy ez szinte lehetetlen, de a mi külpolitikánk nem arról szólt, hogy együttműködjünk emberek ezen a területen. Nem úgy tűnik nekem, amennyit én értek hozzá. Illetőleg ugye a Magyar Külügyminisztérium tájékoztatása szerint is a magyar Operation Shamant mondjuk az amerikaiak akadályozták, tehát hogy annak a sikerességét többek között az amerikaiak gátolták. Visszatérve tényleg egy pillanatra csak az 56-os srácokhoz hasonlított tálibokra. Ugye gyakorlatilag itt 7 magyar katona van legalább, aki az életét veszítette ezekben a műveletekben, mert hogy nem most, hanem gyakorlatilag az afganisztáni misszió közben. Tehát tulajdonképpen a saját honfitársainkat köpjük szemen, amikor azt állítjuk, hogy azok a szabadsághősök, akik a mi testvéreinket megölték. Az 56-os szüleinket, tehát azért nem tudom, hogyha az eredeti 56-os sok mit szólnának ez a hasonlathoz, azért ez egy kérdője. Illetve nekem még egy gondolatom lenne, hogy azért egy tanulság kell, hogy legyen. Ez a demokrácia átadás és demokrácia építés ezeken a helyeken, ezt vegyük már észre, hogy nem megy. Tehát az elmúlt 10 évben sok olyan ország volt, ahol ledöntöttük, attól függ, hogy éppen benne voltunk, vagy nem, NATO, Amerika, stb. Az aktuális hatalmat, mert az éppen diktatúra volt, és borzasztó, és megmagyarázták, hogy miért rossz, és majd jön a demokrácia helyette. Azóta egy kezelhetetlen káosz van, csak gondoljunk Líbiára, Irakra, bármi, és ezzel Isten mentsen, hogy Kadhafit, vagy éppen az iraki... Saddam Husseinnek akarnám vissza, de ezek nem mennek, csak a káosz maradott, tehát egy csomó, és én az instabilitást mondanám, mint az egyik legfontosabb, ugye kérdezted, hogy mi lehet a következménye. Tehát ahol a világon egyre több, nagyon durva instabil hely van, annak biztos, hogy lesz következménye a világ működésére, és miután mi is ennek a világnak a része vagyunk, tehát ilyen értelemben lehet, hogy nem napi szinten, de hogy valamilyen módon ezek befolyásolják az életterünket és az életet. Ugye Biden az összeomlás utáni beszédében, ami egyébként megvédte a kivonulást, ugye azt mondta, hogy nem volt célja Amerikának, hogy demokráciát építsen. Azt mondom, célja volt, hogy államiságot építsen. A demokrácia biztos, hogy nem sikerült, az államiság is láthatóan nem sikerült. Igen, de azt mondta, hogy a terroristák legyőzése volt a cél, és ugye pont amikor robbantott, hát ez sem sikerült. Egy napon belül megsértek. És egy nap után sikerült. Ugye pont erre akartam kicsavarni a történetet, már hogy a mondani valómat, hogy azért az amerikaiak valószínűleg a tálibnak egy mérsékeltebb szárnyával tárgyaltak erről a kivonulásról, és azt gondolom, hogy most látunk egy ilyen belső villongást a tálibon belül, és ott is a radikálisok és a kevésbé radikálisok, nem tudom, mit a jó szó, közötti harc van. Én
abszolút elhiszem, hogy egy részük megígérte azt, hogy a nők mehetnek egyetemre, és nem tiltják be a zenét. A másik része meg másik része. Ahhoz képest, hogy nincs köztünk Afganisztán szakértő, szerintem jó kört mentünk, de most megint egy környi reklám jön, és akkor utána jövünk vissza többek között az előválasztás témájával.